együttműködési megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztérium és a Szent István Egyetem. Szabó István honvédelmi ügyekért felelős államtitkár, dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora és Magyar Ferenc a tanintézet kancellárja látta el kézjegyével az erről szóló okmányt. Ebben rögzítik, hogy a vállalt célok megvalósítása érdekében az aláírók együttműködnek és elősegítik a szakmai konzultációkat, a toborzási, oktatási tapasztalatok, ismeretek és az új kutatási eredmények egymással történő megosztását, valamint felkérés esetén kölcsönösen részt vesznek egymás kutatásaiban. Dr. Tőzsér János rektor a rendezvényen elmondta, hogy a Szent István Egyetem mind a felsőoktatás, mind a tudomány területén minőségi szolgáltatásokat nyújt. A jelenlegi kutatásfejlesztési projektek rendkívül magas hozzáadott értékkel bírnak, amelyek hozzájárulnak többek között a honvédséghez kapcsolódó élelmiszerbiztonsági, mikrobiológiai és műszaki fejlesztésekhez. Ez a megállapodás strukturálta teszi az együttműködést a minisztériummal és a Magyar Honvédséggel. Az egyetem szempontjából a kutatási kapacitások további használt és hasznosítását teszi lehetővé. Ez részben a biológia, mikrobiológia, műszaki tudományok, gazdasági tudományokat jelenti. Ugyanakkor tudunk a hallgatóinknak olyan lehetőséget biztosítani, hogy a honvédelmi ismeretek, alapvető katonai ismeretek felé is nyithatnak a C-tantárgy keretében azok a diákok, akik ez iránt érdeklődnek. Szabó István államtitkár hangsúlyozta, hogy az egyetemmel megkötött együttműködési megállapodás fontos része annak a törekvésnek, hogy a Magyar Honvédség társadalmi elismertsége, támogatása tovább fejlődjön, növekedjen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyik az a felkészítő és oktató nevelő munka, ami felkészíti a Magyar Honvédség jövendő parancsnokait, fegyvernemi szaktisztjait a beosztásaiknak a felkészítésére. Azonban több olyan terület most már jelentkezett, hogy természetszerűleg az az igény felmerült, hogy a civil életből egyre több szakember kell, hogy a Magyar Honvédségben megjelenjen, hiszen számtalan civil aspektusa van most már ezeknek a feladatoknak. Ezekre a szakemberekre nekünk szükségünk van, és ezeket az embereket a civil felsőoktatásban tudjuk javarészt megnyerni. Tehát nem titkolt célja ennek az együttműködésnek az, hogy fölkeltsük az érdeklődését azoknak a fiataloknak, akik civil oktatási intézményekben tanulnak, hogy esetleg élve a Magyar Honvédség ösztöndíjas rendszerével, a végzést követően a Magyar Honvédség beosztásaiban elkötelezetten dolgozzanak az a védelmében. Magyar Ferenc kancellár kiemelte, hogy a Szent István Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium immár több mint 10 éve állnak egymással eredményes partneri viszonyban, a jelenlegi megállapodással azonban még szorosabb és hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. A megállapodás további területe a toborzás és az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésében való együttműködés. Az egyetem kialakít egy úgynevezett front office irodát az önkéntes tartalékos rendszert és a katonai életpályát népszerűsítendő karriertanácsadási célokra. A Honvédelmi Tárca tematikus tábort szervez majd az egyetem hallgatóinak, illetve megalakítja az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkező hallgatókból álló egyetemi önkéntes tartalékos katonai köteléket is.